Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, gyakorlatilag a fontokról, azaz a betűkészletekről fogunk ma beszélgetni. Alapvetően tudni kell, hogy a fontok kezelése akár Linux, akár Windows alatt pofon egyszerű dolog, és azt is kell tudni, mivel hogy ez egy Linuxos csatorna, inkább ezt a felét emelném ki, a disztribúciókban is alapban rengeteg font van, különböző egyéb tárolók hozzáadásával, illetve Arch Linux alatt az Aurba is rengeteg font van, azaz a csomagkezelővel fel tudsz rakni olyan fontokat, amilyeneket szeretnél, illetve plusz természetesen rettentő sok tízezer szám található fontkészlet van az interneten. Ezek hol jobbak, hol rosszabbak, van amelyikbe ott van rendesen a magyar ékezet, és van amelyikbe ez nincs, hiszen nyilvánvalóan egy kis nyelv, gyakorlatilag az ékezetes betűk olyan unikálisnak tűnnek, mondjuk egy angolnak, vagy esetleg egy arabnak, hát nyilvánvalóan ott természetesen más betűk vannak. Azaz tudunk fontokat kezelni, tudunk fontokat használni. Én egy olyan eszközre, olyan AppImage eszközre, tehát egy telepítést nem kívánó eszközre mutatok rá, ami a Google által adott és az általad letöltött egy kis trükközéssel, ez is megoldható, fontokat tudja kezelni. Miért van szükség arra, hogy a fontokat kezeljük? Alapesetben mit gondol az ember? Körbenézek az interneten, leszedem azokat a legálisan hozzáférhető fontokat, amik tetszenek, egyszer feltelepítem, és aztán kialakul egy szép nagy gyűjteményem, amellyel én tudok gazdálkodni és belerakosgatni a doksiaimba. Nyilvánvalóan ez járható, de ezzel egyetlen egy probléma van. Egy bizonyos határ felett, főleg a gyengébb gépeken a fontkezelés megadja magát, azaz fagyogatni kezd a gép, lelassulnak a programok. Érdekes dolog, de ez a tapasztalatom. Azaz ideális lenne valami olyan megoldást kitalálni, és azt hiszem másnak is vannak ilyen gondolatai, ami szerint, ha kell egy font, bekapcsolom, ha nem kell egy font, kikapcsolom. Azaz olyan kibekapcsolós eszközre fogok rámutogatni, ami alapesetben, ahogy említettem, a Google-nak a fontjai, olyan 2500 darab font van, Shutter kb., amit tudsz így használni legálisan, és nagy része magyar karakterkészleteket is tartalmaz, és az összes legálisan használható, azaz elmondható az, hogy egy átlag felhasználónak bőségesen elegendő fontkészletet egyszerűen kibe tudunk kapcsolgatni. Na hát mi is ez a dolog? Font Manager, azaz ez egy olyan AppImage-es eszköz, aminek igazából nagyon-nagyon-nagyon egyszerű a használata, és egyszerű. Fölmész a font ba.se kiterjesztésű domain nevű oldalra, tehát fontbázis, fordítsuk így a nevét, egy fontbázist fogsz kapni, letöltöd. A letöltés ingyenes, kitérek arra, hogy miért mondom, hogy a letöltés ingyenes, de hát egyáltalán nem fogunk ezért fizetni, hiszen az a része, amit ingyenesen elérhetünk, nem hogy elegendő, bőségesen elegendő, azaz letöltöd. Figyelj arra, én úgy jártam, és el is hiszitek nekem természetesen, hogy nyilvánvalóan normális oldalon felismeri, hogy tesó, ez az emberke éppen fellépett egy Linuxos rendszerrel, és annak a telepítő, vagy éppen AppImage fájlát lenne jó, hogyha letöltenénk ezzel a gombbal. Hát én úgy jártam, hogy van ennek Mac, Windows és Linuxos, és nyilván Linuxról kerestem meg ezt az oldalt, megnyomtam ezt a gombot, és lejött a Macintosos fájl. Először néztem, hogy mi a probléma, én azt javaslom, menjetek a Linuxra, explicit jelölt ki, hogy Linux és a letöltést nyom meg, és akkor teljesen biztos az, hogy az AppImage fájl, ami neked kell, le fog jönni, lejön. Nyilvánvalóan ezzel semmi egyéb teendőd nincs, ha véletlenül nincs futtatási jog, tehát futtatási lehetőség azon a fájlon adsz neki, a legtöbb grafikus fájlkezelő ezt tudja, megkeresed a tulajdonságokat, jogokat és az olvasás, írás és futtatást mindegy szépen bepipálsz, és működni fog. Ezen túl már ezt tudod használni. AppImage, azaz egy olyan eszköz, amit nem kell telepíteni, önmagát futtatja, mindent készen meg fogsz kapni. Ennyi a letöltés és a telepítésen nem okoz gondot, elindítod, elindítás után egy ilyen felületet kapsz.
Ezzel a programmal semmi problémád nem lesz. Azért vettem elő, hogy bemutassam, nem azért, hogy ezt annyira bonyolult kezelni. Nagyon egyszerű, a Google-nak a 2533 darab fontja van ebbe alapba. Nincs bent a fájba, a telepítő fájba, hanem ő, amit kell, letölti számodra, és utána a gépeten tárolja, azaz kiválasztja, letölti, és nagyon szépen tudsz vele dolgozni. Nézzük is meg, milyen lehetőségek vannak. Első dolog, ide mész a Google feliratra, rákatintasz a három darab pöttyre, és autoaktiválte enable. Na hát ez, ha nem így van, akkor rákatintasz, hogy disable, és legyen ilyen, azaz engedélyezni kell az aktív működést. Figyelj rá, ennélkül kattogtathatsz akárhol, természetesen ott, ahol a Google fontokat szeretnéd használni, illetve azt kezelni, nem fog működni. Tehát első körben engedélyezed ezt a tárolónak, ennek a résznek azt a lehetőségét, hogy automatikusan, öntefékenyen dolgozzon. Utána, illetve hát menet közben betöltődnek a font képek, hogy ez, ha van kedved, számold meg, hogy nem 2533, az 100% hogy biztos, mert ő nem úgy tárolja a fontokat, hogy minden font készletet külön-külön, hanem családonként tárolja ennek a font készletnek, aminek itt van a neve, ha ne olvassam fel, mert biztos, hogy rosszul ejtem ki, 10 tagja van, 10 lehetősége, 10 különféle vékony dőlt egyéb. Egyébként, ha egy fontkészletet használsz, nézd már meg, hogy egy valóban dőlt, vagy egy valóban vékonyított verziója is legyen, picit szebb, nem nagyon lehet észrevenni, de picit szebb, mint hogyha a gépet kiszámolja, hogy az álló formátumot hogyan lehet kövérre tenni, vagy döntötté tenni, azaz erre figyelj, minél több font készlet van abban a családban, annál szebb a kivitelezése. Általában természetesen ez alól is van kivétel. Azaz mi a tendőnk? Végignézzük azokat a fontokat, amik nekünk tetszenek. Nagyon jó, ki tudod választani, ami kell. Hát játszunk is el azzal a gondolattal, hogy megnyitunk egy LibreOffice doksit, a Schwabról írt dokumentumomat, illetve annak a vázlatát fogjuk megnyitni. Nézzük is meg, hogy van ennek egy font készlete, amit használ, és itt nézzél végig, az A betűsök között 1, 2, 3, 4 darab van, ami számomra, hát éppen a gépre telepített fontokat mutatja az A betűsek közül. Nézzük meg ezt a fontkészletet, gyerekek, milyen szépen néznek ki a doksim, nem teljesen igaz, de legyen egy olyan elgondolásunk, hogy mi ezzel szeretnénk használni a fontokat, és ezt a fontot szeretnénk felinstalálni, rákattintasz, kap egy pöttyöt, észre lehetett venni, ide az van írva, hogy 2, azaz 2 darab aktív fontot fog felrakni, egy font családon belül a két verziót, és berakja az aktívak közé. Ha az aktívakra kattintasz, az aktivizált fontokat fogod látni, az inaktívak azok, amik a Google. Tehát ebben a tároló szerűségben elérhetőek, de éppen nem használod. És vannak olyanok, amik egyértelmű, hadd ne magyarázzam el, mi az, hogy favorit. A favorit a kedvencek, amiket egy saját gyűjteményt létrehozol, ott is kibe tudod kapcsolgatni őket, azaz kényelmesen tudod használni. Hát akkor menjünk is vissza, és indítsuk el újra azt a dokumentumot. Én azért hangsúlyoztam ki, hogy indítsd el újra a dokumentumot, előtte lemented, bezárod a programot, felinstalálod azt a fontot, ami kell, és utána újraindítod a programot, mert egyes programok röptében, azaz menet közben installált fontokat nem fogják felismerni, azaz előtte el kell dönteni a listából, hogy ezeket a fontokat, amiket mi szeretnénk használni, előtte bepöttyözzük, és akkor felinstalálja, és a program használja, rákattintunk nyilvánvalóan, és megnézzük, előkerült-e, bekerült-e a listába az a fontkészlet, ami igen, és A, B, Z, itt van, látjuk, és tudjuk használni, nézzük is meg, hogyan néz ki, kontrolla, és egyetlen egy, és látni, hogy megváltozott a font képe. Én ezt be is csukom.
más programban is pontosan így működik, hát a nem mentésre kattintok, hiszen nem igazából fontos számomra, hogy milyen font kinézete van egy internetre készült cikknek, vagy éppen amit ti olvastatok, a swapról ért gondolataimat. Azaz nagyon egyszerűen be tudsz installálni a rendszeredbe legális, mert vannak védett fontok, amiért fizetni kellene, illetve figyeljünk arra, hogy ez nem mindig derül ki a honlapon, ahonnan te letöltögeted ezeket a fontokat, azaz mindig figyelj arra, hogy explicit, tehát direkt ki legyen írva, hogy akár kereskedelmi, akár pedig magánfelhasználásra az a font legális. A fontok 99%-a legális bárkinek, de a Microsoftnak meg egyéb, hozzáteszem, font készlet készítőknek vannak zárt körben terjeszhető, azaz füzetős fontkészletei is. Ezt nem igazán sokan tudják, de érdekességként elmondtam. Oké, tehát megbeszéltük azt, hogy jelen pillanatban 2533 font közül választunk, ami valamivel kisebb mennyiségű font családot fog tartalmazni, az aktívak itt vannak, ha éppen úgy gondolod, hogy ő aztán már nem kell, rákattintasz, és utána a következő OpenOffice, vagy LibreOffice, vagy akármilyen fontokat használó programnál nem fog megjelenni, hiszen deaktiváltad, és itt tudod válogatni. Oké, ebbe igazából semmi gond nincs. A előtér háttér színezése itt meg tudod adni, nagyon egyszerű, hát akinek így kényelmesebb, annak legyen ilyen a háttere, nyilvánvalóan én vészes gyorsággal visszateszem valami világosabbra, és azt is lehet látni, hogy egyesével is tudod állogatni a fontoknak a hátterét, én azért visszateszem, engem igazából, na, milyen szép hátteret találtam, megfelelő lesz. És hogyha Ctrl-Alt megnyomod, az összes fontkészlet kijelölése kerül, és jó hosszú, nekem 15 percbe tellett, az összeset szépen lecsorgatja a gépedre, tehát le tudod menteni ezeket a fontkészleteket, és a Google-nak a megfelelő oldaláról nem egyesével kell leszedegetni, nyilvánvalóan annyit jelölsz ki, amennyit te szeretnél, és akkor ő szépen rakosgatja be a gépedre, és installálja föl a fontokat, és utána, amikor már nem kellenek, kiszedegeted, van egy ilyen kis lehetőség, hogy jobbra, balra igazítva nézegeted, nem itt nézegetjük, meg van egy olyan, amikor ezeket a hát képeket is elő tudod hozni, nagyságot, hát ugye nem kell elmondani, hogy mit jelent, ugye egyértelműen a betű nagyságot, és visszaállítod az alapértelmezett helyzetbe. Jogos felvetés az, hogy miért csak ezt a csekély 2500 fontkészletet tudod használni, jó lenne egyéb fontkészleteket is beaktivizálni, azaz internetről összegyűjtesz egy csomó tricks-cracks fontot, vagy szebbet, vagy csúnyábbat, vagy kevésbé hasznosat, vagy éppen extrémet, hiszen sok esetben nagyon szép hatást lehet elérni egy nem egyszerű, nem csak ilyen kis vonalas, hanem extrémebb fontokkal egy-egy irományba, egy-egy képen, vagy egy-egy aláírásnál. Lényeg az, összeszedsz, jó lenne ebbe is kezelni, hiszen nyilvánvalóan egy extrém font készletet, amit életedbe kétszer használsz egy-egy adott munka elvégzéséhez, vagy maximum két iniciálét csinálsz a bekezdések elején lévő nagyobb és furcsább betűkészletből összeszedegetett nagy betű, hát a régi kódexekben is így használták, iniciálnak használsz egy-egy karaktert, és utána soha nem azt a gépedre fölinstalálni, állandóan a fontkészletben tartani, egy kicsit fölösleges, hiszen nem használod naponta, azt is jó lenne ezzel kezelgetni. Nagyon egyszerűen ide szépen rákattintasz, és hozzá tudsz adni kollekciót, külön fontot, vagy éppen egy-egy font mappát, amiben a fontokat gyűjtöket. Egy gyakorlatilag logikus elgondolás az, hogy egy folder, azaz egy fontkészlet, amiket letöltesz, azt egy akármilyen elnevezési mappába belerakod az összeset. Az összeset akár strukturáltan alkönyvtárakba rendezve, vagy akár nem, ezt a könyvtárat itt megadod, és abban a pillanatban te hozzá tud nyúlni, és ezen keresztül tudod szerkezgetni. A fontok, amiket ez letölt, vagy amiket esetleg javaslom, hogy oda helyezd el a letöltött fontokat, annak a font mappáját
érdemes megjegyezni, hogy hol van. Át tudod írni, én alapesetben nem szoktam. Rákattintasz az három kis pontra, és a root, azaz az ő gyökér mappáját megnyitod. Nyilvánvalóan logikusan a saját mappába a font bázis elnevezésű mappába fogja begyömöszölni a letöltött, általa letöltött és általam is összeszedegetett, én ide fogom berakni az általam használt fontokat, és akkor egy helyen lesz minden is kezelni, tudja, nézzük meg, hova rakosgatja ő. Rákattintasz erre, Google, hiszen az ő fontjait töltögeti le, és rákattintasz, és itt látod az előbb be-x-elt és letöltött, és egyszer, legalább egyszer használatba vett, de jelen pillanatban deaktivizált, tehát a listában meg nem jelenő fontokat itt fogod megtalálni. Ha olyan indítatásod van, hogy az összeset kijelölöd, letöltöd és lemented, mert lehet, hogy 5 év múlva már ez a program nem működik, és a Google úgy dönt, hogy ezeket a fontokat nem adja ilyen könnyen elérhetővé téve, akkor bizony meglegyen neked. Aki letölti, ebben a mappában meg fogja találni, le is tudja menteni jogszerűen, hiszen ez szabadon használható. Oké, jelent gondot? Nem. Be-x-eled, használod, amikor már nem kell ki-x-eled, és utána boldogan észreveszed, hogy a szövegszerkesztő, a képszerkesztő, vagy akár az Inkscape és egyéb programokban a fontlista nem kilométer hosszú, és nem igazodunk el, hanem csak azok vannak bent, amik alapból is bent vannak, tehát ki be tudod kapcsolgatni, és hozzá tudsz adni különböző olyan saját magad által összegyűjtött fontokat is, amiket szeretnél használni. Következő beállítás, na hát itt, ez már egy kicsit érdekesebb. Nyilvánvalóan az elején itt láttuk, hogy hogyan néz ki a font, és hogyha valakinek nagyobb kell, akkor aztán fel tudja nagyítani. Hát ez általában nem jó. Illetve nagyon jó, ha csak valamit keresel, mi szeretnénk megnézni, hogy élerben, hosszabb szövegben hogyan néz ki az a font, hiszen nem mindegy, hogy az alávágások, fonttávolságok, egyebek hogyan néznek ki alapból, akkor erre a kis ikonkára kattintasz, rákattintasz, és itt kiválasztod természetesen azt a fontkészletet, amit te szeretnél használni, és utána meg is látod, hogy hogyan és miképp néz ki egy-egy ilyen szövegbe. Itt a méretet tudod változtatni, hadd ne mutogassam meg, jó? Ez pedig a sortávolságokat tudod mutogatni, egy kicsit visszaveszem, mert annyira egymással nyomjuk, akkor az engem zavar, és meg tudod nézni, hogy a keretben hogyan néz ki, itt ezzel állogatva, itt fogod, rákattintasz, és az egyik irányba elhúzod az egér gombot, illetve az egeret, a bal egérgomb lenyomásával, és akkor lehet látni, hogy itt a szélessége hogyan változik. Azaz meg tudod kuksizni, hogy milyen kinézete van egy hosszabb szövegnek. A következő gondolat, hát az fejlesztés alatt van, nem játszunk vele, a beállítások a 3 darab függőleges pötty. Nyilvánvalóan ez egy kicsit más, mint a megszokott ikonkészletet, nem így szokták jelölni a beállítást, bár találkoztam vele. Nagyon egyszerű, az előnézeti szöveget, amire akarod, átírod, az alapfont kinézetet 18 vagy kisebbre tudod venni 12-esre, hogyha úgy gondolod, tehát az alapfont kinézetet beállítod, és a csoportosítsa össze a fontokat családok szerint, tehát egy font készlet, egy font család csak egyszer jelenjen meg, azt be tudod kapcsolni úgy, ahogy nekem volt, akkor itt megjelenik, hogy ebbe a családba 2 van, ebbe 5 van, ebbe meg kőkeményen 1 darabot fogsz megtalálni. Ha kikapcsolod, akkor hosszabb lesz a lista, minden font verziót külön-külön-külön látsz. Engem ez inkább zavar, én a font kinézetét megnézem, és utána vélhetően már azt is el tudom dönteni, hogyha van belőle döntött, vagy félkövér, kövér, vagy kurzív, akármilyen, lényegtelen, akkor az hogyan fog kinézni. Ennyi. Meg tudod adni, hova gyűjtögesse össze a fontokat, tehát ki is tudod őt cserélni. Én hagytam alapértelmezésbe. Itt az indítással, illetve a kinézettel kapcsolatos nagyon-nagyon egyszerű beállítás induljon el akkor, amikor a rendszer elindul ki bekapcsolás. Hát erről igazából nincs mit. A rejtetten indul, illetve egyéb beállításokat, ezt a 3-at,
így tudod megtenni. Egyszerű, pofon egyszerű. Olyan embernek, aki sokat grafikázik, és szereti olyan címklippekkel mondjuk a KDN Live-ot feldobni, amiben nem a megszokott egyszerű betűkészletek vannak, bár hozzáteszem, a disztribúciók vagy a Windows is alapból ad annyi fontot, hogy az elegendő, de szereti egy kicsit feldobni különböző érdekesebb kézírásos egyéb gondolatokkal a feliratokat, a szövegeket, vagy a kiadvány brosúrát, annak itt rettenetesen egyszerű feladata van, lehetősége van arra, hogy kinézi, aktivizálja, rákattintok, és már lehet látni, hogy aktív is lesz, és utána már tudja is használni. Azt érdemes kipróbálni, hogy melyik program tudja röptébe, tehát futaprogram, berakok egy fontot, és ő rögtön észleli, futaprogram, berakok egy fontot, öngyilkos lesz a program, mert találkoztam ilyen programverzióval is, ami nem bírja az, hogyha aládobnak egy fontot, illetve hát nyilván az is a megoldás, hogyha éppen nem ismeri föl röptében a fontot az adott program, hogy leállítod, beinstallálod a fontot, bepöttyözöd, és berakja neked a rendszerbe, és utána tudod használni. Látható! Túl sokat is beszéltem róla. Nagyon egyszerű program, tudja kezelni, hát jelen pillanatban a Google-nak a fontkészletét, illetve tudja kezelni a saját fontjaidat. Erre nem mutattam példát, de hát egyértelműen, hogyha megadod a mappáját, vagy ide ráhúzod, na hát az nálam nem nagyon működik, mert nem szeretek a fontokat ide-oda húzkodni, egy fájlt ide-oda húzkodni, hanem megadod azt a mappát, amibe benne vannak az adott fontkészletet, akkor már azokat is itt kibe tudod kapcsolgatni. Ennyi! Köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó font keresést. Hát én az elejét nézegettem, vagy mutogattam, de egy kis frissítés után nyilvánvalóan érdekesebb, vagy kevésbé érdekes fontokat is összetudsz keresgélni ezzel a programban, mert ezek legalább szépek, hozzáteszem, azért szeretem a Google fontkészleteit, bár hát viszonylag zárosak, csak 2500 van, ami bőven elég, mert szépek, jól kidolgozottak, nincsenek benne technikai hibák, ki is néznek a fontkezelő programok, illetve hát a programok, amikkel mi használjuk őket, azok kezelni is tudják, és nagy részében ott van a magyar ékezet, és nem jelent gondot, nem jelenik meg más betűtípussal a hosszú ő, vagy éppen más, hogy a hosszú ő, krikszkrakszal, hanem ténylegesen szépen működik. Köszi szépen, sziasztok!